Szeretettel köszöntök mindenkit! A kísérlet, amit el fogok végezni, a kénhidrogén vízben való oldása lesz. Az ehhez használt anyagok és eszközök. Vas szulfidból és sósavból fogom előállítani a kénhidrogént, ami gázhalmaz állapotú. Ebben a kémcsőben kék lakmusz oldat található. Egy oldalcsöves kémcső, vegyszeres kanál és cseppentő, amit még fel fogok használni. Mivel a kénhidrogén az egy gáz, ezért van szükség arra, hogy helyben állítsam elő. A kénhidrogén egy mérgező vegyület, emiatt az elszívófülke alatt kell elvégeznem a kísérletet. Átköltözködtem az elszívófülke alá. Ugye már az előbb említettem, hogy a kénhidrogén az gázhalmaz állapotú anyag. Ezen meg is lepődhetünk, vagy meg is lepődhetnénk, ha nem ismernénk a kémiát. A szerkezete megegyezik a víz molekulának szerkezetével. Ennek ellenére a víz az a hőmérsékleten folyékony halmazállapotú, mert molekulái között erős hidrogénkötések vannak. A kénhidrogén molekulák között azonban csak dipólus-dipólus kölcsönhatás tud kialakulni. A lakmusz oldatnak a színét mutatom meg. Nagyon szép kék színű, semleges kémhatást mutat. A kénhidrogén gáz, amit fejleszteni fogok, az savas kémhatású lesz. Ezt fogom most bemutatni. Sósavat csepegtetek a vas szulfidra. Szépen látszik a fejlődő gáz, és már gyönyörűen látszik a lakmusz oldat elszíneződése. Az intenzív gázfejlődés ugye az üvegcsövön keresztül látszik, hogy hogyan oldódik a vízben. A kénhidrogén molekulák hidrogén szulfid ionokká és oxónium ionokká reagálnak a vízzel. Ezek a keletkező oxónium ionok okozzák az oldat savas kémhatását, amit az indikátor színváltozása, piros színnűvé alakulásával jelez. A kénhidrogén gáz az mérgező, szúrós szagú, ezért nem érdemes túlságosan közel kerülni hozzá. Gyógyvizekben, például harkányban előfordul. Nyilván olyan koncentrációban, hogy ez az emberi szervezet számára ne káros, hanem hasznos legyen. Befejeződött a gázfejlődés, már nincs buborékolás. Érezni, nagyon erősen érezni ezt a záptojás szagot. Megmutatom, hogy mennyire más lett, mennyit változott az oldat színe. Tökéletes a színváltozás. Ilyen volt a semleges kémhatású oldatban a lakmusz oldat színe, és ahol már a kénhidrogén beleoldódott a vízbe, ott szép pirosan mutatja a savas kémhatást.